Drága követő rajongó, szeretettel köszöntelek, bocsáss meg, hogy Turbán Cilla vagyok, de hát jó kell kinéznem. Te, na most kérdetted, nem kérded, mondom, de figyelj ide. Látod, hogy milyen jó meghúzom ezzel arral a izémet, így a szememet, hogy ilyen nézzel? Hoppuposzt az egész. Figyelj ide, kérdette tőlem, hogy mi történt tegnap. Mi van veled mostanában, tehát amikor behívnak a reggeli műsorba, érted, és leütetnek, és ott ül mondjuk a Lisa Pest, a Joy arca, a Lisa Pest is cover girl, érted, a Sissit nem tudom főrakni a coverre. Oda is megy a like. Na ott rösszolsz. Szóval kérdette, mi volt velem? Na most elmondanám akkor a tegnapi napomat, hogy hogy volt a menet. Reggel 9 óra 20 perc, pakolok, takarítok, minden megmutat, ütetem a izét, az euforbiát, halá elütettem, elékelően az egészet, új cserét, minden alaculás. Figyeljél, ezt így gyönyörűen beütettem, látod az euforbiát, ezt már a mutka elültettem, azt te ismered, látod, azt az euforbiát, meg ezt az euforbiát, óriás, ekkora euforbiáim vannak, szállok. Gyönyörűen beütetek minden, igen? Majd a maradék fődet, a szemetet, fogom magam ezt egy neglizsébe, ebbe a előkelő köntözbe, megindulok, érted? De mint a darmó, megyek lefelé. A lépcsőn. Viszem le a szemetet. Na most, ugye, a következő van. Ha te ide jövöl a kodazűre, a cilalakba, akkor neked itt ki van rakva egy ilyen kulcscsomó. Érted? Ez a tied lesz, ha jövöl. Ugye? Na most én ezt a kulcscsomót így a nyakamba akasztottam. Most a turbán miatt elég nehézkes az ügy, így a nyakamba akasztottam, mert tele volt a csicska kezem a majom fődel meg a szeméttel. Ez a kulcs, csak hogy értsed a sztorit, a historit, érted? Ez a kulcs, ez meg ide be volt rakva a zárba, érted? Na most én elindultam, fogtam magam, érted? Megindultam, mint a darmol. Ezt egy mozdulattal is becsaptam, és már ezzel a kulccal viszont te nem jövöl, érted? Mert az ott marad be. Anyukám, én neglizsébe, így. Köntös, elegáns, egy neglizsé, egy pacsker, érted? Rohangálok a folyóson, érted? Tényleg, de mint a mérgezett egét. The poison mouse, I was running up and down. Te mondom, előtte beszéltem Anna Marival, aki mondta, hogy fodrásznál vagyok. Jó. Hát először is az egyik szomszédasszonkához becsöngettem, aki mondta, hogy nem mehetek be a lakásra. Mondom, a úrvanyát, tényleg nyugdíjas testvéranyám, thank you. Na mindegy, úgyhogy megindultam így egy köntözbe, egy neglizébe, így elindultam itt a Kodazűrön, érted, a tengerparti sétányon, teljes idegbe. Tehát ott, tegnap azt láttad volna, hogy a Cilla, de tudod, de mint a demens kis nyugdíjas, érted, a köntözébe megindul, és itt végig mentem, látod? És hát figyelj, ja, és Anna Marinek nem tudtam, hogy melyik fodrászüzletben van. Úgyhogy azt láttad volna, így kukuckáltam be köntözbe minden fodrászüzletben, mondom, anya, hova? Sehol persze. Nem lepődtek meg egyébként a Kodazűrön, mert elég sok ilyen kis nyugdíjas szögdécsel így elérted az aranyalkonyból, meg az öreg tőgyből. Érted? És akkor lelépnek jobbra, balra, hát a múltkor is az egyik megtudta a kódot, érted? Fönt izébe. Hol volt az? Fönt Bószulejbe. Az egyik megtudta a kapukódot, szólt a többinek, azok itt szétfröccsentek a hegy oldalba egy pillanat alatt. Na hát azt gondolták, én is az egyik vagyok. Nézze, Csóri megindul. Mama, nem vagy itt véletlenül? Valamelyik fodrászüzletben? Nem volt ott. Na és akkor hazamentem, ez történt, utána kiderült, hogy Anna Maria addig a fodrásztól már puposan hazaért, érted, otthon volt. Úgyhogy akkor hívta a szerelőt, fölhívja a szerelőtte. Lakatos, nem fejeztem be azt a sztorit tegnap, mert millió ügy volt. Figyelte, az óriási volt. Hívja, azt mondja, bonjour, Joe, c'est Anne-Marie, Madame Basti, comment allez-vous? Oui, comment allez-vous, Madame Basti? Bah, j'ai un peu de souci. Mon fils, il a laissé la clé dans la porte, et puis après, il a frappé la porte, et puis après, il peut pas l'entrer. Est-ce que vous pouvez venir... Mekkorát köptem, várja, ezt ide a telóra, igen, leszettem, jó. Vous pouvez venir? Oui, bien sûr, Madame Basti, de honnan ismered? Tudod, nagy kulcsbent hagyó vagyok. Tudod, nálunk nincs kint kilincje, azt nem tudod, ja? Igen, de azt kell tudnod, hogy Franciaországban a legtöbb helyen nincs kint kilincs, hanem gomb van. Érted? És akkor ez a vége.
mondja Anna Maria, hát tudod, én nagy kulcsbezáró vagyok, ne hülyez, ismernek, mint a rossz pénz, számomra hála jó égnek. Úgyhogy akkor megérkezik, de a lakatot. Szóval a lényeg az, ugye most tegnap elkezdtem. Judit hazajön Párizsból. Mármint, hogy nem ide, hanem Budapestre. Hívom, Anyi. Anyukám, mi van veled? Ezt nem hiszem el, hallod? Hazd meg! Tudj, hív így. Nagyanyám ül így a kocsiba. Leteszem. Mondom, Anyi, itt vagyok a Judit nénivel. Puszilom! Jó. Lerakom. Nagyanyám. Ez ki volt? Mondom, a lakatos. Uh-huh. És mit csinált nálam? Mondom, hogy, mit tudom én? Nem, sem. De te azt mondod, a lakatos a kaput csinálta, vagy az árat szerelte? Mondom, Jutka, nem úgy a lakatos, a Manyi, a Laci Manyi. Ja, az? Üdvözlöm! Na hát óriási van. Szennyi volt, szóval aztán mentünk a piacon. Jaj, a piacon, te! Nézd meg! Kell egy-kétszer, de nézd meg. Halálmű, de jó néz ki. Olyan igazi az egész. Hát anyukám, Sasmantos Nadika mondjuk rám rúg kettőt, de hát ide nem tehetek, ide minden nap érted, minden héten egy csokor rozsát érte. Szóval, jaj, várjál! És jön az ágy, és ide átkerült a kis komód, a nagy szekrény oda bekerült, Anna Mari logika, mondanom se kell, női logikával, mert mi a bubival. Tudod, nem fér be szembe ez a nagy szekrény, mondtuk, kimarad. Hát Anna Mari mondta, miért maradnak kint? Be kell fordítani. Befordította, kis komód kijött, rajta le, ápupos az egész, jaj, és a lovacska bekerült, érted? Ez egy firenzei darab, tudod? Patriciától van anyukám, Madame Marniertől, hol a tu peux pas imaginer. Na, és akkor ezt történt. Szóval ennyi volt a sztori, taka! Te nem hiszed el, anyukám, Ventimiában vagyok a piacon, mert te a mirozában nem elég, a sose elég, úgyhogy ide, de most ezt fordítom a kamerát, tehát ezt látnod kell, hogy micsoda kincsek között a cila. A papa miatt nem férek oda, most nézd meg, milyen halál előkkel, halál porcelánom, szóval, amit tudnak, ez teás. És akkor van emellett a csokoládés csészék, azok jóval nagyobbak. Na, itt anyukám olyan kincseket találsz, és például láttam egy nagyon jó, jaj, nézd meg a Swarovski. Látod? Erről beszélek neked. De amit még nézek, antikírógépet. A fényképezőgép ott fönn. Végig a fényképezőgépek. Érted? Na, a régi kocsi lámpáktól kezdve. Itt van két bujett. Hát ezt az egészet ki kell cserélned, búra kell rá. De bujod, nem bujett, bujod. Várjál már. Hát nézzük meg, hogy mik vannak még. Közben itt olasz testvéreim kiütek, érted, egy sörre, meg egy kis antipasztira, a ne hülyéskedjél, ja nem, a francia testvére anyáim is vannak. Itt a numizmatika, azt mondja, Cuba, érted, minden van, euró, nézd meg, a euró is van, a herceges euró, érted? Itt a bizutri, halál előkelő az egész, nézzük, hogy mik vannak még. Igen, a márkás napszemüvegek kollekciója van, halántik. Ugye ezt hívják Vidgrönjének, vagy Másókisznek, amikor, te, ez olyan antikos, nézd meg. Hát anyukám, itt a húsvét, kell a csibetem, de mint az oxigén, főleg nekád. Ez is valami buthás az előtt, tudod a homokat izélni, kavirálni, nézd meg, ilyen jó kacsa, Chinese, ez is milyen, halál kínai az egész. Na most ezek nagyon jók, én ezeket nagyon cipálom, mert tudsz venni, nézd meg, ilyen damasztól kezdve mindent meg tudok neked mutatni, drága arany követő rajongó. Gyula bácsi ebből szívta fel a rémes borát annak idején, tudod, ezzel a lopóval. Pardon? Ah oui, grazie. Ah oui, je vais regarder. Várjál már, kiszorolsz a szonkamáit, magyar, ó, de nézd, balalajkák is vannak. Nézz oda! Hát egész Ventimiglia itt van. Nézzek a fagyiskelyhet, még egy gelátós vagy, érted? Ha te egy gelátós vagy, kérdem én. Ez nem érdekes, ez a képregényes a cila. Igen, te jövöl tovább, rézágyús, halál réz, jövöl tovább. Most mindjárt bemegyek, érted? Te! Gondoltam, hogy meginterjúvolom, milyen szép ez a váza, kapaszkodom meg. Most gondoltam, hogy meginterjúvolom a tegnapi magas kanit, tudod? A jó képűt, anyukám az olaja, azt érted, aki olívaolajat árulta. Aha, te egy ilyen a nagyanyámnak volt, kellett neki venni Svájcből, tudod?
Mama, hoztuk a írógépet. Így egy ujjal, így, így pöttyögött. Aha, jó, hát ez engemet már nem érdekel. Jövőbe. Igen, ugrik a leopárd. Jövőbe, halálvirág. Most még napközben vagyunk. Tehát, halál napközben vagyunk. Nézzük meg. Ott az ala, ott a jóképű ala. Szkani, teljes idegben, most figyeled meg. Most is szárumsz, átöltözött, mit csinoszba van. Ciao, hi, buongiorno. Látod, én már udvarolok neki. Gondoltad, ráköszönjek? Várjál. Jövök megvenni a rozsát, érted? Anyukám, a műt. De ezt azt mondta, hogy Nadika rám fog rúgni a kettőt. Bonjour, je reviens pour... je prends encore... deux blanches et deux vertes. C'est joli, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Vous avez raison, mais c'était pas suffisant, c'est pour cela. Ouais. Deux, voilà, quatre. Parfait. Merci beaucoup. Anyukám, várjál, Nadika anyunk agyon fog verni, de nem érdekel, művirág lesz anyád úgy, hogy... Nézd a kanét, milyen jól néz ki. Á, mint Katiban egy. Lépjék ki a képből, nem látom a kanét. Húzzá odébb, édesapa. Nem, mint a testnádi Péter. Nem, a testnádi Pétert látom itt. Ja, nem, az anyját. Jövök tovább, nézd meg az a váza, milyen jól néz ki. Pohara kicsi, nem tetszik ez az arany. Várjál, nem olyan rajz, de szép kis poárkák, érted a bakkarák, alá bakkarába vagyok. Most nézem itt, érted ezeket a kis antik terítőket, érted? Lököd föl az asztal, terítesz elő, felően, júj, de jó ez a bútor, oda néz. Szia, macika, vagy hogy? Hogy ügyelő vagy? Mindjárt Ungarézében megtanítalak téged. Nézd meg, ez milyen jól néz ki. Fú, lemeztartó van, meg minden. Halál sztereó. Sajnos nem tudok most minden hülyeséget megvenni, megmondom neked a őszintét. Mert hát repülünk, tudod, Anna Marival. Nézd meg a szoszosát. Nézd meg ez a szoszos. Ez például, látod, ezt hívják, kérlek szépen, ez egy csokoládés. Ez üstözött. Pardon. Szkusza. Várjál, inkább ezek védőszemüvegben van a nyugdíjas testvéranyám, egy kis nervibe, érted? Csinosan megöltözve, előkelő. Jaj, hát a jóképű kanit mondtam, hogy egy ciao ungarézét mondja, de hát mondta, hogy ő nem olyan. Hát mondom, jó bolond vagy, édesapa, hát sztár lettél volna most a ciao ungarézével, hogy megőrülsz, megvadulsz, de nem mindenki egy dumás, tudod? Szóval nem mindenki tudja ezt csinálni, amit te. Vagy amit én. Jön. Várjál már, jövök a csillároshoz. Hú, de cipálom a jó csillárokat, te. Nézd oda. Aha, mondom a jókat, nem ezt. Aha. Hát, neked legyen mondva. Anyuka, jó, hát ez... Jó, ezt akkor... Azok még talán, de adjuk. Ennyi, vég... Ha vége már szénak. Jézusom, szégyed már magad. Aha, a cipketerítő, a izé, a semmi, az nincsen, nem érdekes. Csillár, igen. Szóval csak egyetlen egy problémával küzdünk, legarany követő, rajongó, ez nem más, mint hogy majd beugyantok. Tudod? Szita olaszban elég nehéz ez az ügy. Na, hát megviszi a óriás dobozát. Jó pofa vagy. Nézzük, miből élünk. Na, jó, most akkor nézzük a járókelőket, mert elég volt anyukám. Azonka az megindult a dobozzal, igen. Nagypapa elvitte a unokát, a rívó, azt ordibáljáját egy pillanatok alatt. Igen, te, Patricia barátnőm, si tu regardes ça, Patricia, tu vas adorer, je suis en 20 000, mais il y a plusieurs choses qui sont magnifiques. Voilà, je vais faire un tag pour toi, parce qu'il faut rentrer ici. C'est samedi, je crois que tous les samedis, il y a le marché, Patricia, mais pas à Menton, à 20 000. Il faut venir ici, alors regarde. Nézzek, testvéranyám, gimmi, ne, tü, jó abbás a Cilla, tudod? Na, most megy a izé. Most ez megy az abbától. Money, always funny, is a rich man's word. Na. Ha, nem lehet, te! Megülésedett a plac, most mondom neked. A Totandi abba hagyja a éneklést, most bejelentette. Úgyhogy anyukám, lehet, hogy én elkezdem, érted? Ma, hogyha a Totandi nem énekel, akkor itt van egy üres plac, érted? Lehet, hogy kellek majd én a szakmába. Várjál, nem vettem parkolójegyet. Az anyád úristen, itt taka. Jézusom, hát mindjárt összeesem.
hol, vagyis hol hagytam a kocsit? Na, anyukám, jól elintézted magad, hogy néznek ezek ki? Ah, nem tudom, várja, fogalmam sincs. Ne olvasgassál, nem vásároljál, mondj egy árat is, akkor ők is mondanak egyet. Nyugdíjas testvére nyelvék, igen, paráncsa. Na, egy kosszakvánta, ha? Combien ça coûte? Szépen, nem tudom, nem tetszik. Komolyan? Hát jó. Gondolkodom, je réfléchis. Megy el tovább, igen. Igen, ő is egy kis mellényben van, egy ilyen numizmatikus, ismered? Jaj, a velencei karnevál, nézzék. Pardon, madame. Várjál már, csillogós a egész. Egy úriasszony is eljött közénk, látod? Egy előkelősködő, hát ne eszkedjél már. Hát az úgy járkál itt a piacon, hogy mi folyik egy gyöngyöspatán? Zilber, mi folyik egy gyöngyöspatán? Ha két kis éjjeli, hogy arról van szó, pakoljál valahova. Egy utazóláda, Szenkan, Töró, mert jó állap, Bonita, az azt jelenti, hogy jó állapotában van. Igen. Itt már az ődeket a szedik össze, látod? Innen veszi az articsóka. Nézd meg, anyukám, ezt hívják a szakmába. Menjél már odébb. Ezt hívják epervárnak, 8 év. Még ne nagyon vegyed, akármilyen jó néz ki, nulla íze van. Csak mondom, jó? Te még ezzel tartod a vonalat és várjál. Te ugye a jóképű Kani az nem állt itt bele a videóba. El vagyok miatt a keseredve, nem leszel TikTok sztár. Anyád úristen, takarongyolunk vissza a Franciába. Magyaráz. Mert most sütőtökrém levest készítünk az én vezetésemmel. Most már mutatom neked, hogy hol tett sehol. Várjál. Közben Patricia készít nekünk egy gin tonikot, ebből az előkelő ginből. Nem tud elképzelni, olyan idegben vagyunk. Patricia, hol a látjuk, Havály? És utána várjál, már készül a minestrone, hát nem tudod elképzelni. Olyan melóban vagyunk, hogy nem igaz. Nézd meg a répáját, a izét, poréhagymáját, minden itt van összerakva. Utána ennek neki esünk, érted? Lehet, hogy rémes lesz, ezt ők még nem tudják, de akkor majd följavítjuk, tudod? Akkor bele sót, hát jó pofa vagy, nem képzeled. Hello. Hello. On a besoin. Je te dis, on a besoin de quoi? Brown onion, garlic, olives. Olives. Voilà. On a de pumpkins, ils sont là. On a de sweet potatoes. Ouais, c'est ça. Combien de potatoes? 650 grammes. Ah d'accord. 650 grammes. Et après de l'eau. Voilà. Préparation, c'est 30 minutes. Et après, on commence ici. Reserve preparation. Add onion and garlic to bowl. Chop 7 seconds for 5. Attends. Tu mets ça ici, dedans. Ouais. Après, regarde-moi. Et après, ici, tu touches. Voilà. 7 secondes, 7. Voilà. Et après, speed, ça c'est le speed, le 5. Après, voilà, on a besoin de ça, parce que sans de capote, ça marche pas. Et le 7. Et regarde. C'est tout. Voilà, chante, ça me tue ça. Alors, maintenant, ça c'est des oignons. Après, scrub them side. Ah oui, mais ça c'est en anglais. Ah, est-ce que tu as de. Comment ça s'appelle de. Il y avait. Spatule. Spatule. Ah voilà, c'est ça. Ciao, André. Have a safe trip back to. Okay. Yes. So, okay. Bon voyage. Yes, very good. Ciao, bye. Ciao. C'est mignon. Voilà. Maintenant, on va faire ça. C'est-à-dire, il faut tout mettre dedans. Hein? Bah, voilà. T'as vu. Voilà. Après, ok. Scrub.
il faut mettre des olives et après 6 minutes. Des olives ou de l'huile d'olive Voilà, huile d'olive. Ok. Voilà, on a besoin. Et après, maintenant, regarde, parce qu'il y a de. Comment ça met la gomme Mesurer. Mesurer, après tu changes, c'est zéro. Et après, tu mets. 10, 15, 20. 25. N'importe quoi. Après, 25. Après, tu fermes. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il a dit 6 minutes. Regarde. Maintenant, tu changes. Tu viens ici. Tu mets 6 minutes. Voilà. Varoma, ça veut dire que de maximum varoma. Et combien de temps attends, speed, tu changes si tu es ici, 1. Et ça, c'est 6 minutes. Speedy. Speedy. This is the speedy. Après, the chop. On a coupé de... Voilà, ça potiron. Potiron, ouais, pumpkin. Et puis après, avec les pommes de terre, into small chunks, des petits trucs, 4 sur 4, il faut couper. Mais Maria, oui, mais attends, combien de potirons Mais ça, c'est bien, quand on commence, voilà, il y a du potiron, c'est 650 grammes. Alors ça, c'est 450 grammes. C'est seulement 450? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas pesé. Alors, on va peser. On va peser. Je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas. Je coupe les on fera deux potirons. On va faire une chose bizarre. Chef Tila qui travaille. Ah oui. Chef Tila avec le Thermomix qui travaille ici quand même. Et puis après, maintenant on attend 5 minutes. Voilà. Moi je cherche le minestrone. Et ici, cherche le minestrone aussi. Mais on ne peut pas faire le potiron et le minestrone en même temps. Ah non, pas de même temps, mais après. Parce que okay. Nous avons ça, vous aurez beaucoup de soupe à manger, c'est ça. Beaucoup, oui, que de soupe. Mais non, c'est soirée régime. Tu vas voir, ouais, ça c'est que de soupe. Avec la patatine régime. C'est soirée régime. Oui. Okay. Je pense qu'il y aura besoin de plus. Ouais, sais. C'est ça. On essaie, voilà, c'est ça. Et après, mais je te dis, après, qu'est-ce qu'on va faire? Sweet potatoes. Après, on met de l'eau, les trucs comme ça, et pour 20 minutes, et après, on va cooking for 20 minutes. Cook for 20 minutes. Make your vegetable very soft, if not cooking. Voilà, d'accord. Make your vegetable very soft, if not cook for another 5 minutes and blend 1 minute speed for gradually increasing to speed 9. T'as rien compris. Corso d'inglese e cookie, ensemble. Potatoes. Attends, maintenant on regarde Patricia. Vieni qua. Subito. Vieni qua Patricia. Attends, je laisse ici. Maintenant, on pèse, d'accord, on a besoin de 650 grammes. On espère que c'est 600 grammes. Ah ben, j'espère, attends, regarde, maintenant c'est zéro. Tu vois que tu as plus ça et oui. Tu as bien ça. Oui. Sinon, n'importe quoi. C'est une recette. Hein. Oui, oui, ah ben, 650 grammes, un peu plus. Parfois. Allez. N'importe quoi. J'ai compris parce que caressé est un peu bizarre. Ouais, parce que moi je regarde pas. J'ai compris pourquoi c'est bon. Bon, parfait, c'est beau. Après, voilà. Après, regarde, 450 grammes. Voilà. Tu peux aligner, tu vois, annule ici. Attends. Ça c'est zéro. Voilà, Tara. Tara. Avec toi pour toi, Tara. Et maintenant, 450 de ça. Oui? Oui? Oh putain, pardon. Parfait. Oui, un peu plus. Bon, oui. Ouais. Voilà. J'ai compris.
che rossa. And add water to paprika. Ça c'est hot. Mais viens, et maintenant je te montre maintenant encore ce que tu fais. Tu viens ici, mm-hmm. après le temps, 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes, tu vois. Attends, voilà. Après 100 degrés. Tu vois, et après, un speed, ça c'est le speed, ça c'est un. Réserve, ça c'est de réserve. Ça veut dire que ça tourne et après ça retourne. Ok, ça c'est pour le pain. Voilà. Après, make sure vegetables are very soft, donc il faut regarder, c'est très doux, de pumpkin et tout ça. Mettez-le. Peut-être avec une fourchette. Bon, c'est bon. Et après, on va faire mixer. Voilà, c'est ça. Okay, c'est ce que c'est, on a... Serve with a spoonful of cream of sauce. Et après, si tu as de crème fraîche ou quelque chose, sinon, peut-être que. On va la faire la crème. Oh putain, merci. Oui, mais attends, on va goûter après. La Non, tu dis ta gueule, sale, putaine, salope, allemande. Allemande. C'est ça, salope allemande. Salope allemande. Oh, regarde. Oh, regarde. Beautiful. Merci, là, c'est la qualité, alors. Mais attends, il faut goûter, mais peut-être que c'est immangeable. Ça, mais ça, crème, c'est sûr. Ouais. Souffle. T'es sûr, hein, que c'est... Brou, 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 brou. Ça manque un peu de sel, mais c'est bon. Ah oui, ça me manque un peu de sel, mais parfait. Oh, impeccable. Tu vois, mais bon, oui. Tu t'en meilleures. Chaque jour, tu t'en meilleures. Mais je peux imaginer un peu d'aceto basilico. Ah si? Oui, juste un petit peu. Un peu de crème fraîche, oui, les trucs comme ça, et après, vous savez, un peu de persil. C'est nous en France, oui, c'est 4 étoiles, c'est Michouer, les trucs comme ça, voilà. C'est des spécialités de Shabbat. Bon. Vous savez, chez nous, à notre restaurant, on prend toujours, on fait comme ça. Hein. On a repensé, parce que ça, c'est mon favori qu'on va ratatouiller, à repenser. Mais c'est quoi ça de repenser quelque chose? Parfait. Super. Merci. Voilà. Merci. Le minestrone, ça c'est toi. Pour ce soir, ça suffit.